Újabb felkészülési találkozót játszott a Nyíregyháza Spartacus, ezúttal a Putnok volt a vendég örökös földön. A 40. percben Hornyák lépett ki a mieinknél egyedül középen, a 16-oson belül pedig ellökték, így 11-est ítélt a játékvezető. A büntetőt Ötvös Bence értékesítette, ezzel 1-0-ra vezetett a Spari. Egy perc múlva megduplázta előnyét a Nyíregyháza, Svedjuk jobbról érkező beadása után Kártik Bálint átvette a labdát, majd egy csel után a kapuba lőtt 2-0. A hajrában Pataki fejesét fogta Fagyas, így az eredmény nem változott az első félidőben. A második félidőre komplett sort cserélt Gálhidi György, az 55. percben egy szöglet után megszerezte harmadik gólját a Spari, Pap Máté sarokkal helyezett a kapuba 3-0. Támadásban maradt a Nyíregyháza, Kovács közeli lövését blokkolták a védők, a 63. percben Pabucsek passzolt Sinanović Sinához, utóbbi pedig a léc alá bombázott 4-0. A 67. percben 5-ször is eredményes volt a Nyíregyháza, egy beadás után Kovács Norbert lőtt a kapuba. Két perccel később Trencsényi Bence indult el a bal oldalon, majd szép cselek után a kapuba lőtt 6-0. A 82. percben Vasiljevics Nikola vállalta el 30 méterről és hatalmas gólt lőtt a felső sarokba, így 7-0 lett a végeredmény. Sok problémák van, még a letámadásunk az nem működött abszolút. A labdaszerzés az nagyon mélyen történik ebből adódóan. Sokkal nagyobb utat kell megtennünk a labdával, vagy sokkal hosszabb utat kell a labdát az ő kapujuk elé vinni, úgyhogy itt még bőven van, mit javítsunk. Az utolsó passzok pontosságában, hát térden ment a brigád, azért azt lehetett látni mind a két fél időben, hogy ahogy jósoltuk is, hogy egy 20-25-30 percig vánszorogtak a fiúk. De hát ebben az időszakban úgy gondoljuk, hogy ez a jó, és biztunk benne, hogy kifrissülnek, és hála Istennek ez be is jött, és a véget tényleg nagyon szép gólokat is lőttünk. Sok gólt lőttünk, úgyhogy az időszakhoz képest elégedett vagyok, és dicséretet érdemelnek a játékosok mindenféleképpen. A Spari a héten újabb felkészülési találkozókat játszik, előbb a Tája, majd a Kassa és a Nagybánya ellen.